Tanévnyitó ünnepségünk előtt hadd szóljak egy nagyon szomorú hírről, amely mindannyiunkat megrázott. Augusztus 17-én eltávozott közülünk iskolánk pedagógusa, a Diák Önkormányzat és a Dráma Szakkör vezetője, Fehérné Gár Gabriella. Szeretnék megkérni mindenkit, hogy az ünnepség kezdetén egy perces néma felállással adózzunk Gál Gabriella emlékének. Szeretettel köszöntöm iskolánk tanulóit, a szülőket és a pedagógusokat. Külön köszöntöm Tóth József polgármester urat, a társintézmények vezetőit és a meghívott vendégeket. Képes Hedvig, 8. C-osztályos tanuló vagyok, az ünnepélyes tanévnyitó műsor közlője. Az első osztályosok ünnepélyes bevonulását tekinthetjük meg. Jó, picsit.
hozzon bármit a jövendő, mindig a jobbat reméld. Ezen gondolatokkal köszöntöm tanévnyitó ünnepéjünkön kedves vendégeinket, a szülőket, iskolánk tanulóit, köszöntöm kollégáimat és az iskola valamennyi dolgozóját. Még biztosan mindannyian a nyári élmények hatása alatt álltok, és nem is igen akarjátok elhinni, hogy véget ért a vakáció. De azért van pár jó dolog is ebben a mai napban, mert bizonyára örültök annak, hogy újra láthatjátok az ismerős arcokat, a hiányzó barátokat, osztálytársaitokat. Megszólalt a csengő, holnap pedig már a tanítás kezdetét jelzi. Az első tanítási napon sok diákban fogalmazódik meg, hogy most jobban fogok tanulni, mint tavaly, nem hagyok mindent az utolsó pillanatra. Ha valóban fogalmaztatok meg magatoknak ehhez hasonló gondolatokat, kérlek benneteket, tartsátok be, sokkal könnyebben fogjátok venni az akadályokat. Mi pedagógusok augusztusra már fizikailag, szellemileg, szakmailag mindenképpen megújultunk. Tervekkel és nagy tenni akarással terveztük az új tanévet. Bevalljuk őszintén, hogy a múlt héten már kezdett hiányozni a megszokott zsongás, a gyermekzsivaj az iskola falai közül. Megkérdezhetném, hogy ti hogy álltok ezzel a hiányérzettel, de nem teszem, mert hiába kutatok, nem látok szomorúságot a ti szemetekben sem, inkább az osztálytársak viszontlátásának örömét tapasztalom. És látom, hogy megnőttetek, érettebbek lettetek, tele vagytok élményekkel, amit majd feltétlenül el kell mesélnetek egymásnak. Persze előre mondom, hogy erre nem a tanítási órákat tartom a legalkalmasabb időpontnak. Örüljünk hát együtt, hogy ismét elérkezett a szeptember, a tanévkezdés, hogy újra élet költözik az öreg falak közé. Lehet, hogy elcsodálkoztok, de nekem még a nyári sportversenyek láttán is, az úszásban és a vízilabda VB-n elért szép sikereket látva is, az iskola jutott az eszembe. Arra gondoltam közben, hogy mi is túl vagyunk már számtalan győzelmen. Kiemelkedő eredménnyel záruló megyei és országos tanulmányi, színjátszó, tánc, sport és más versenyen. Nem hiába szólnak rólunk a hozzánk látogató vendégek rendszeresen úgy, hogy iskolánkban színvonalas, igényes munkát tapasztalnak. Arra gondoltam közben, hogy ugyanaz kell egy jó iskolához is, mint ami egy aranyérmes vízilabdas csapat sikeréhez. Kell egy jó csapat. Lelkes, dolgozni tudó, egymást szerető, segítő, együttműködni tudó versenyzőkkel. Ezek vagytok ti, kedves diákok. Kellenek a hivatásukhoz kiválóan értő vezetők, edzők, akik segítik kitűzni és elérni a célokat, megmutatják minden egyes versenyzőnek a lehetőséget, megkeresik a helyét, ahol a legjobb eredménnyel tud teljesíteni, és akik fáradhatatlanul lelkesítenek. Ezek vagyunk mi, pedagógusok, a pedagógiai munkát segítő munkatársa és az iskola valamennyi dolgozója. És persze kell egy lelkes szurkoló tábor is, melynek tagjai hol hangosabban, hol csendesebben, de figyelnek, drukkolnak, biztatnak, és esetenként vigasztalnak benneteket, bennünket. Ők a ti szüleitek. Kedves 8. osztályosok! Életetek egy igen fontos szakaszát zárjátok ebben a tanévben. Jövő ilyenkor
már valamelyik középfokú oktatási intézmény tanévnyitó ünnepélyen álltok, tele szorongással és tervekkel. Kérem tőletek, fogadjátok meg az intő szót. Ti lettetek az iskola legöregebb tanulói. Tanuljatok és viselkedjetek példamutatóan. Mutassatok mindenben jó példát az itt ülő első osztályosoknak. Tanuljatok úgy, hogy évvégén elmondhassátok, én mindent megtettem azért, hogy sikeresen kezdjem tanulmányaimat egy középfokú oktatási intézményben. Tanáraiktól, szüleitektől ehhez minden segítséget megkaptok. Kedves kis első osztályosok! Talán ti vártátok legjobban a mai napot. Sok kérdést tettetek fel magatoknak, szüleiteknek az iskolával kapcsolatban. Óvodások voltatok, kisfiúk, kislányok, Tündérország berkeit bebarangoltátok. Nyár elején elköszöntetek az óvodától, a játszótársaktól, az óvónéniktől, dadusoktól. Kinőttétek a székeket, alacsonyak lettek az asztalok. Kíváncsiak vagytok egy másik világra. Holnap reggel már táskával vár benneteket az iskola. Szólítanak a tanítónénik, és üdvözöl majd a vén berregő csengőnk is benneteket. Ha jól használjátok a varázsceruzát, akkor tanév végén biztosan sokan vehettek át jutalmat. Számotokra a legfontosabb, hogy a tanév végére megtanuljatok írni, olvasni, számolni. Ha fegyelmezetten viselkedtek, ahogy egy iskoláshoz illik, minden nehézségetek megszűnik. Abból az alkalomból, hogy a Vásárhelyi Pál Általános Iskola diákjai lettetek, fogadjátok majd szeretettel az iskola ajándékát, az emléklapot, a füzetet, a ceruzát. Kedves szülők! Tudom, hogy minden reggel nagyon dompad a szívük, mikor puszit adnak a búcsúzó kisebbeknek, és szemükkel simogatják a nagyobbakat, mikor iskolába engedik, féltett kincseiket, gyermekeiket. Mindent megteszünk, hogy a ránk bízott diákok ügyes, okos, intelligens felnőttekké váljanak. Kedves tanulók! Kollégáim, szülők és vendégeink! Az új tanév küszöbén kérek minden jelenlevőt, hogy a következő tanévben közös akarattal munkálkodjunk azon, hogy tovább növeljük a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola jó hírét. Törekedjünk arra, hogy az év folyamán minél több tanulónk érjen el a versenyeken szép sikereket, hogy az év végén, a tanévzáró ünnepélyen eredményes tanévről számolhassunk be. Itt kell megemlítenem, hogy augusztus 4-én megrendezésre került kajakkenu országos bajnokság döntőjében kimagasló eredményeket értek el, számos éremmel gazdagodott két tanulónk, Vitos Zsófia, 4. C-osztályos, és Vitos Ádám, 8. C-osztályos tanulónk. Megérdemlik a tapsot. Szorgalommal, rendszeres, kitartó munkával, mint látjátok, mindenki érhet el sikereket. A siker nem fogja lejjebb adni. Ezért nekünk kell felemelkedni hozzá. Köszönöm a szülők segítségét, bizalmát, köszönöm az önkormányzat üzemeltetését, a fenntartó oktató-nevelő munkájához szükséges feltételek biztosítását. Kívánok valamennyinknek jó egészséget, eredményekben és sikerekben gazdag tanévet. E gondolatokkal
a 2013-2014-es tanévet megnyitom. Kedves gyerekek, kedves szülők, vendégeink, most Tóth József polgármester köszöntő szavait hallhatják. Az önkormányzat nevében tisztelettel köszöntöm a tanévnyitó ünnepség minden résztvevőjét, kisdiákokat, a nagyobbakat, a szülőket, és természetesen a tantestület valamennyi tagját. Tagadhatatlan, hogy ez az intézmény, a Vásárhelyi Pál Általános Iskola, a városunk egyik legfontosabb oktatási intézménye, ennek a településnek, annak mindennapjainak is szerves része. És hát talán a diákok kevesebbet, a szülők egy picivel többet, a pedagógusok meg bizonyára legtöbbet tudnak arról, hogy az eddigi megszokásokhoz képest, alapvetően mert a kormányzat így döntött, új rendszerben kezdődik meg a tanulás, a tanítás, az oktatónevelői munka most szeptembertől. Úgy gondolta a törvényalkotó, hogy az önkormányzatok eddigi fenntartói feladatát saját kézbe veszi, és a szakmai munka irányítása, a pedagógusok foglalkoztatása az az állam kezébe kerül, az önkormányzatoknak, polgárváros önkormányzatának is az a feladata a jövőben, hogy ennek a szakmai munkának a technikai hátterét, az intézményi feltételeit biztosítsa. Új helyzet, talán ilyen kétségek között még nem indult tanév az elmúlt években vagy évtizedekben, de meg fogjuk oldani közös akarattal, bölcsen, okos, egyeztetett döntésekkel, esetenként kompromisszumokkal is, hogy ebből az átalakulási folyamatból a legfontosabb szereplők, a tanulók, a diákok a legkevesebbet vagy egyáltalán semmit ne érzékeljenek. Az elmúlt hetekben nagyon komoly munka, erőfeszítések zajlottak annak érdekében, hogy valóban szeptember elejétől az oktatás valamennyi közoktatási intézményben zavartalanul elkezdődhessen. Voltak gondok a tankönyvellátással, voltak gondok persze a státuszok kérdésével, a finanszírozással, meg az órakiosztással. És tagadhatatlan, hogy okozott némi fejtörést az önkormányzatnak is, hogy hogyan fogja majd a törvény által számára megszabott feladatok körében, például a mindennapos testnevelés keretében ennek a legalapvetőbb feltételét, a tornatermet, tornacsarnokot biztosítani. Vagy a teljes egésznapos, talán 16, esetenként 17 óráig az intézményben folyó oktatás közepette, hogyan lehet majd az önkormányzat számára előírt feladatot a diákok étkeztetését zavartalanul folytatni, vagy megoldani. Azt tudom mondani, hogy mind a két területen nagyon komoly, felelős egyeztető munka zajlik, és azt remélem, hogy mind a két terület vonatkozásában megtaláljuk a jó megoldásokat. Persze a legnagyobb kérdés az az új köznevelési törvény és a mindennapos testnevelés vonatkozásában biztosítandó feltételek, és azt remélem, annak a reményemnek adok hangot itt, hogy akik ez ügyben tudnak tenni, tesznek azért, hogy ennek az iskolának hamarosan belátott időn belül a szakmailag megalapozott és jól előkészített pályázat támogatást kaphasson, és akár a jövő évtől a Vásárhelyi Pál Általános Iskola Zólyomúti Intézmény egysége teljes felújítást, teljes megújulást, konyhájának, tantermeinek, közösségi tereinek és természetesen a testnevelés szolgáló tornacsarnokának a megépítés elől valamennyi akadály elháruljon. Ehhez kérek minden érintettnek, pedagógusoknak, intézményvezetőknek, tankerületi felelősöknek üzenem innen, kell a segítség, hogy ez megtörténjen, hogy azok, akik most itt némi bizonytalan tekintetekkel, de mégiscsak reménykedve jönnek az iskolába, belátható időn belül már egy megújult, korszerű Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanulói lehessenek. És hát azon is törekszünk, arra is erőfeszítéseket teszünk, hogy megoldást találjunk, akár az 5. és 8. osztályosok számára az iskola keretén belül az önkormányzat feladatként meghatározott konyhai ellátások biztosítására.
Nem könnyen kezdődik az év, de bizonyos vagyok abban, hogy kellő akarattal, felelősséggel és bölcsességgel a szereplők megtalálják a jó megoldásokat, és az lebeg a szemük előtt, hogy a legfontosabb szereplőkre, a tanulókra, látók, diákokra kell figyelni, és ennek a reményben, ennek reményében az önkormányzat részéről sok sikert, együttműködést és sikeres tanévkezdést kívánok a Vásárhelyi Pál Általános Iskola valamennyi tanulójának, pedagógusának és a kedves szülőknek. Köszönöm szépen! Hangosabbak ma az utcák, gyerekektől népesek. Valahogyan, még a nap is szebben ragyog, fényesebb. Izgatottan várt a napra minden kezdő kisdiák. Az iskola előttük is kitárja a kapuját. Megtanulnak betűt vetni, a tétova kis kezek, csengő-bongó szép szavakkal telnek majd a füzetek. Ma, amikor útnak indul a sok kicsi iskolás, kívánjuk, hogy öröm legyen számukra a tanulás. Kopogtat a vadgesztenye, vége van anyának. Anyu mondja, ideje, hogy az iskolába járjak. Elsős leszek, vár az osztály. Számológép, tábla, Kati, Peti, Jancsi, Sára hív az iskolába. Az aranyos tanítónéni kézen fog, ne féljek, esztendőre a suliba, vállak én is téged. Eltelt pár nyár és pár tél, amióta születtél. Óvodában nincs helyed, nem vagy többé kisgyerek. Itt egy kapu, nagyon nagy. Látom, kicsit ijedt vagy. Nem kell félned. Tegnap még én álltam ott, nem volt rég. Ne kövess el nagy hibát, tanulj, s tiéd a virág. Lép hát be, kislány, ott vár rád a tudomány. Thank you.
műsorban közreműködtek Görömbei Míra, első B osztályos, Kondás Tíme és Ládi Gabriella, negyedik C osztályos tanuló, valamint iskolánk táncos lányai. A táncot betanította dr. Strog Vivian. Felkérem dr. Faragóné Béres Editát, iskolánk igazgatóját az ajándékok átadására az első osztályos tanulók számára. Első B osztály. Első C osztály. Az aztán minden tagjának, minden tanulónak ott van tüzet, radiót, szelúza. Majd tanítom, hogy közösen kiosztjátok. Nem, mert megfogom én, ez nehéz. Egymás kezét tudjátok meg. Köszönjük szépen! A 2013-14-es tanévre eredményes munkát kívánunk mindenkinek. Ünnepségünk zárásaként hallgassuk meg a szózatot.